100 évvel ezelőtt hangzott fel először a Lengyel Köztársaság himnusza. 1918. november 5-én Lublinban megalakult az új Lengyel Köztársaság első kormánya. November 11-én a lengyel légiósok és a lelkes diákok lefegyverezték a Varsó területén maradt német helyőrséget. A történeti emlékezet ez utóbbi dátumot az idegen csapatok fővárosból való távozását tartja a II. Lengyel Köztársaság szimbolikus kezdetének. Ez lett a nemzeti függetlenség ünnepe is. Bonyhádon 8 évvel ezelőtt alakult meg a lengyel-magyar baráti kör, akiknek köszönhetően a városban tavaly avatták a lengyel-magyar barátság emlékművét. Lengyelország függetlenségének 100. évfordulója alkalmából itt gyűltek össze kedden este az ünneplők. November 11-én lett ismét független Lengyelország 123 év után, és ez azért is jelentős dátum, és erre emlékeztünk a első világháborús emlékműnél. A német fegyver letételnek az ideje is 18. november 11-e, és a történészek hivatalosan ezt tekintik az első világháború befejezésének. Magyarország ugyan Pádovában ugyanezen év november 3-án kötötte meg a fegyverszüneti szerződést, de a nagy háborúnak november 11-e a vége. 100 évvel ezelőtt megszületett tehát egy modern állam, sokszínű etnikai, vallási, világnézeti térképpel, ahol a 20. század első felének egyik legerősebb munkásmozgalma és legintenzívebb parasztmozgalma formálódott ki.